Szeretettel köszöntöm az Örömhír nézőit, áldás békesség. Nehéz várakozni. Nehéz talán egy boltban sorban állni, és arra várni, hogy sorra kerüljünk. Ilyenkor türelmetlenek vagyunk. Sokszor hibáztatjuk az előttünk állót, hogy miért vásárolt olyan sok mindent, és mi sokkal kevesebb dologgal többet kell, hogy várjunk. Sokszor hibáztatjuk a pénztárost, hogy miért dolgozik ilyen lassan. Nehéz várakozni, és türelmetlenni várunk. Nehéz várakozni, mert kidobott időnek tartjuk a várakozást. Nehéz várakozni, mert sok mindenre várakozunk az életünkben. Várakozunk valamire, ami fontos lenne nekünk, de nem tudjuk sürgetni az időt. Sokan várakoznak egy orvosi eredményre, amely majd megmondja nekik, hogy jó vagy rossz hír, jó vagy rossz a diagnózis, mi a következő lépés az egészségünk megőrzése érdekében. Sokan várakoznak valakire. Várakoznak a társukra, hogy megtalálják azt, hogy az életük boldogabb és teljesebb legyen. Várakoznak a gyermekeikre, a gyermekre, hogy megérkezzen és örömet hozzon az életükbe. Sokan várakoznak valakire, aki éppen mellettük van, ott él a közelükben, de még sincs vele kapcsolatuk. Mégsem találják a hangot, a közösséget, az együttlétet. Nehéz várakozni, de mégis elkíséri az életünket újra és újra. A legnehezebb az, amikor úgy érezzük, hogy a várakozásunk reménytelen. Vágyunk valamire, de azt gondoljuk róla, hogy nem kaphatjuk meg. Fölösleges a vágyakozás, fölöslegessé válik a várakozás. A Zsoltárok könyvében a Zsoltáros bizonyságot tesz előttünk. A 40. Zsoltár így szól, várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Isten látja és átérzi, milyen rossz az embernek a bizonytalanságban, a reménytelenségben élnie. Isten látja, hogy milyen türelmetlen az ember, amikor azt érzi, hogy az idő halad, de az ő dolgai, azok mégsem lépnek előre. Istenre várni egészen más, mint az életünk más dolgaira. Mert Isten folyamatosan jelen van, és jelen akar lenni az életünkben. Azt akarja, hogy megtapasztaljuk, ha mi nem is látjuk őt, ha őt nem is tudjuk kézzel foghatóan megragadni, ő mégis ott van, és betölti a szükségünket. Türelmetlenségünknek nincs helye. Ha találkozni akarunk vele, megszólíthatjuk őt. Attól, mert úgy érezzük, hogy nem haladnak a dolgaink, attól, mert mi azt gondoljuk, hogy éppen nincs itt és jelen, ő még ott van, ő még él és hat, és közösségben van velünk. Várva vártam az Urat, mondja és kiállt a Zsoltáros, és utána hozzáteszi a bizonyságot is, a beteljesülést, és ő lehajolt hozzám, és meghallotta kiáltásomat. És ez nem csak a Zsoltáros igazsága és bizonysága lehet, hanem mindannyiunké ma is, akik várunk, várunk valamire, vagy várunk valakire, ha Istenhez kiáltunk, lehajol hozzánk, és meghallja kiáltásunkat.